Megjelenésében is méltó kiadvány született, mely elénk tárja a Kálai család életét, értékeit. Ricu Zoltán történész, a Kálai Gyűjteményért Alapítvány elnöke beszélt a hallgatóságnak azokról az időkről, amikor az első dobozok érkeztek meg hozzájuk, bennük a Kálai család hagyatékával. Egy méltó, gyönyörű épületet kapott meg a gyűjtemény, és ugye mi ismertük, Attila is ismerte, én is ismertem Kristó bácsi, beszélgettünk sokat, és tudtuk, hogy mit szeretne ő elérni az alapítással, a gyűjtemény alapítással. Egy nagyon nagy célja volt az, hogy a gyerekek jöjjenek ide és tanuljanak nyelveket. Idegen, hát ezért a könyvtárnak a fele idegen nyelvű, hogy egyúttal nyelveket tanuljanak, és egyúttal a magyar történetnek egy más irányú feldolgozásával is ismerkedjenek meg, hiszen sok emigráns irodalom is van a gyűjteményben benne, a könyvtári gyűjteményben. És hát ugye másik oldal a dolognak pedig az, hogy hát Kálai Miklós Magyarország miniszterelnöke volt 42-től 44-ig, hát hiszen az országot irányította. A Kálai család meghatározója volt Szabolcs vármegye életének. Tehát itt vannak olyan dokumentumok, vannak olyan iratok, amelyek a történelemhez is kapcsolódnak, a nagy magyar történelemhez is kapcsolódnak, a család életéhez is kapcsolódnak, és ebből egyértelműen adódik, hogy nem elég rendezvényeket tartani, olyan rendezvényeket, amelyek népszerűek, sok embert vonzanak, hanem meg kell kezdődnie egy tudományos munkának is, amelyik feldolgozza ezeket az adományokat és közkincsé teszi. A kötet szerzői Ricu Éva és dr. Holmár Zoltán történész, akik elmondásuk szerint igyekeztek olyan tárgyakat és dokumentumokat felvonultatni a kötetben, amelyeknek izgalmas történetük van és bemutatják egy igen szerteágazó nagymúltú család életét és munkásságát. Az eseményen jelen volt Kálai Kristóf, a Kálai család leszármazottja, aki ismét gazdagította a kiállítás dokumentumtárát. Elég rendszeresen különböző ilyen kisebb online aukciókon keresek, kutatok, és sokszor sikerrel is járok. Ezek közül van, amit elhoztam Kálai Rudolfnél, illetve Kálai Miklóssal kapcsolatos ilyen meghívó, ahol előadók, illetve ilyen védnökökként szerepeltek, illetve az egyik levél az Kálai Miklós 1941-ben, tehát még nyugalmazott földművelési miniszterként írt alá egy levelet, a másik pedig a Magyar Jóléti Bizottság, tehát már 45 utáni levelezéséből három került hozzám, ezek közül az egyiknek a Kálai Miklós volt az aláírója. Tehát ezek, amiket most ide átadtam, nyilván ezek nem a kiállításnak a fő reprezentatív darabjai lesznek, hanem a levelezési és levéltári gyűjtemény részt tudják gazdagítani, de azért elárulom, hogy birtokomba került egy olyan levél, amit Betlen István írt, akkor még Kálai Tibor államtitkárnak, amelyben felkéri pénzügyminiszternek 1920-as évek elején. Ez egy egyedi példány, ezt húgommal fogjuk majd átnyújtani a közeljövőben a gyűjtemény számára, mert ez egy valódi kiállítási darab lesz. A Kálai gyűjtemény egész nyáron várja a múzeum kedvelőket állandó és időszaki kiállításokkal. Soron következő rendezvényük a Múzeumok Éjszakája, mely június 24-én 16 órától várja az érdeklődőket.